Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen változások lesznek nálad, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, mi változik nálad a közeljövőben. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák, milyen változások lesznek nálad. A te jelenlegi helyzetedre itt ez a kép utal. És ez jelent egy húzavonát, tegyem, vagy ne tegyem, változtassak valamit, igen, vagy nem, jelentkezzek nála, igen, vagy nem, vagy jobb lenne, ha várnék, ha ő jelentkezne. Tehát itt vannak még bizonytalanságok és félelmek nálad. Fontos, hogy vedd kezedbe ezt a kardot, és vágd el a félelmeket. Tedd át magadat ezeken a negatív érzelmeken. Ha ezt megtetted, akkor végre fellélegezhetsz, és lesz mozgás, előre mennek a dolgok, keresi a kapcsolatot, lesz beszélgetés kettőtök között. Nem kell, hogy te kezdeményezd, ő jön magától. És most megnézzük azt, hogyan tovább, milyen változások lesznek nálad. Itt a kejhek utalnak az érzelmekre, tehát itt érzelmekről van szó, és érzelmekről kellene beszélni. A kettes szám itt a kártyán jelenthet egy szerződést is, de a szerelmi élet területén téged és őt. Tehát nincs most egy harmadik személy a háttérben, legalábbis úgy, hogy érzelmekkel nem közeledik máshoz. És most megtekintjük azt, hogy mit kellene megtartanod a múltból. Itt láthatóak az érmék, tehát ügyelj az anyagi helyzetre. Kell a biztonság érzete, vagy tartsd meg a munkahelyedet, hiszen ez összefügg az anyagiakkal. De amit ez a kártya számomra még közöl, hogy légy magabiztos, annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy. Hiszen te is tudsz nyújtani valamit. Itt a hármas számról van szó. Ez jelenthet egy új kezdetet, egy kiútat, azt is jelezheti, hogy együtt lesztek, és lesz egy közös tevékenység, egy közös munka. Amit ez a kártya még szimbolizál, az a föld eleme. Itt érzelmekről van szó, álmokról, vágyakról, reményekről, de itt ez megvalósítható, hiszen a föld elemét jelenti, és ez legyen a hited. Még maradunk a múltnál, és mit kellene elengedni? Itt szintén az érmékről van szó, tehát az anyagiakról, a munkáról, a hivatásról, de jelenti a belső értékeket is. A saját értékeidet, a tudásodat, a tehetségedet, de ez a kép másképp hat, mint ahogy itt látható, hiszen a 9-es szám az egy kerítés. Utal a korlátozásokra. De miért van így? Mert nem bízol magadban, nem vagy annak tudatában, hogy mennyire tehetséges vagy. Vagy azt is jelentheti,
hogy megvan itt a lehetőség, hogy együtt legyetek, tehát kihat az érzelmekre, a párkapcsolatra, de itt vannak korlátozások, mert nem hiszel ebben, hogy ez az álom megvalósulhat. Mindig gondolj arra, ez olyan, mint egy kerítés, nem megy tovább, hiszen ott van előtted, nem tudsz lépéseket tenni, viszont át tudsz mászni ezen a kerítésen. Tedd meg ezt. És akkor kezdődik egy új kezdet, a 10-es szám ezt jelképezi. És ezeket a korlátozásokat kellene eltávolítani, hiszen ez a kártya utal arra, hogy mit kellene elengedni. És most megnézzük a gondolataidat, a terveidet. Itt a kelyhek láthatóak, és a kelyhek jelentik az érzelmeket. Tehát itt érzelmekről van szó, a szerelemről, a párkapcsolatról van szó. Itt a 2-es szám szerencsét hoz, hiszen összejöttök. Te hogy gondolsz erről a helyzetről? Itt újra megjelenik a 9-es szám, tehát a kerítés. Nem hiszel ebben, nem hiszel abban, hogy ő kimutatja az érzelmeit, vagy kialakul itt egy szép, tartós párkapcsolat. Azt is jelentheti ez a 9-es szám és a kelyhek, hogy félelmeid vannak. És mivel itt ezen a helyen ez a kártya a gondolataidra utal, téged ez foglalkoztat, te töprengsz ezen, és nem hiszel abban, hogy ő kimutatja majd az érzelmeit. Most megnézzük a te környezetedet. A te környezetedben megjelenik az ördög. Az jelentheti azt, hogy nem jó helyen laksz, hiszen nem érzed jól magadat itt ebben a környezetben. De lehetnek bizonyos személyek, hamis személyek, a szomszédok, vagy valaki a családból, vagy valaki a munkahelyeden nem akar jót számodra, ezért légy kicsit óvatos. Most megnézzük a te érzelmeidet. Itt újra a kelyhek láthatóak, tehát itt mély érzelmekről van szó. Itt a gondolataidban megjelenik a kerítés, a korlátozások, de az érzelmeidben itt láthatóak az emlékek, a szép emlékek. Minden olyan nosztalgikus, romantikus, tehát belülről érzed te az ő közeledését, és erre a belső hangra kellene odafigyelni, hogy meglegyen a bizalom. És hogyan alakulnak a dolgok a párkapcsolatot illetően? Ő megtartja a büszke tartását. A kezében ott van ez a bot, és az jelképezi a tűz elemét, és megvan nála akkor a bátorság, a lelkesedés és a testi vonzalom. Viszont ő itt trónol, tehát nem tesz semmit ennek érdekében, hanem vár arra, hogy legyen közeledés, hogy te légy nyitott erre a testi kapcsolatra, hiszen itt a tűz eleméről van szó. Tehát egy szenvedélyes, tüzes párkapcsolatról. És mi adja számodra az alapokat, a biztonság érzetét, a stabil helyzetet? Itt látható egy lovag, és ez a lovag közeledik hozzád. Kezében van ez a kard, és az jelenti a döntéseket. Fontos döntéseket fogsz hozni, vagy ez a férfi, aki közeledik hozzád, ő hoz fontos döntéseket.
Lehet az is, hogy a nagy szerelmed változtat valamit a tartásán, hiszen itt várakozó, vár arra, hogy te közeledj hozzá, és ha te ezt nem teszed meg, akkor kénytelen lesz ő mozogni. És jön, közeledik hozzád. Amit a kép még jelent a döntéseken kívül, a levegő elemét, a könnyűséget, a játszadozást, egy aktív tevékenységet, vagy beszélgetéseket. Ez lehet beszélgetés kettőtök között, de ha munkáról van szó, akkor ez a kép azt jelenti, te kapsz itt egy ajánlatot, előre mennek a dolgok, lesznek szerződések. És a jövő az itt látható. Itt te vagy az uralkodó nő. Uralkodsz a gondolataid felett, uralkodsz az érzelmeid felett, uralkodsz az életed felett, és akkor is, ha ő döntéseket hoz, és ezt te meghallgatod, hiszen itt lesz kapcsolat, kommunikáció, de ami téged illet, te is hoz fontos döntéseket, és tartsd meg ezt a királynői büszke tartást. Nem kell azt tenni, amit ő akar, hanem itt meglegyen az egyensúly. Beszéljetek egymással, és minden úgy alakul majd, ahogy te döntöttél. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!